A második témakörünk, ami valamikor nagyon-nagyon régen, amikor még én is ilyen fiatal voltam, mint nagyon sokan itt, akkor ugye a kaláka építkezés volt, innen ragadt ránk, ez a szocializmusban volt, és 1990-ig volt. Tehát a szocialista brigádtagok, szomszédok, sógorok, komák, bárki jöhetett az építkezésre, és egy felelős műszaki vezető irányításával gyakorlatilag össze lehetett rakni egy házat. Hát ennek a leképezése tulajdonképpen, amit most kalákának nevezünk, de ez nem azonos azzal, amire régről emlékszünk. És ebből megint sok probléma szokott adódni. A kérdések zöme is erre utalta, az előre feltett kérdések. Tehát már nem a szocializmusbéli kaláka építkezésről van szó, hanem konkrét jogi szabályozások szerint lehet ezt megtenni. A konkrét szabály pedig azt mondja, hogy a mag saját részemre, vagy a PTK szerinti hozzátartozom részére végezhetek munkát. Milyen munkát végezhetek, és meddig tart ez a PTK szerinti saját hozzátartozó. Ha lefölfele nézzük, akkor a fölfele ág és lefele ág beletartozik, oldalágon pedig a sógorral zárul tulajdonképpen ez a kör. Tehát a szocialista brigádtag, a szomszéd, stb. Ebből a körből egyértelműen ki van zárva. Tehát családtagnak, mondjuk így, családtagnak kell lenni annak, aki ebben a kaláka munkában részt vehet. A következő dolog, aki így családtagként részt vesz, kell-e szakképesítéssel rendelkezni, vagy én magam is tulajdonképpen kell szakképesítés hozzá, hogy ezt a munkát elvégezzem, vagy szakképesítés nélkül is elvégezhetem ezeket a tevékenységeket. Hát ha van szakképesítésem valamire, akkor azt a munkafolyamatot, amire a szakképesítésem megvan, azt elvégezhetem, amennyiben megvan rá a jogosultságom. Tehát ha mondjuk én egyébként vízfűtés és gázszerelő vagyok, akkor megcsinálhatom a vízfűtést. A gáz nem biztos, mert ahhoz gázszerelő igazolvány is kell. A villanyszerelési munkáknál is vannak bizonyos olyan speciális tevékenységek, amelyeket külön jogosultság kell, még egy szakmunkásnak is. Ott a másik pavilonban hallottam, hogy például a napelemek felhelyezéséhez is egy 90 órás tanfolyamot kell elvégezni, hogy valaki fölmehessen a tetőre és fölrakhassa a napelemeket. Tehát hiába villanyszerelő valaki, ha nincs meg ez a jogosultsága, nem rakhatja föl a napelemet rá. A másik, ennél tágabb lehetőség, akkor amikor szakképesítés nélkül is csinálhat mindenki, tehát a családtagok az építési tevékenységet, tehát építhetik tulajdonképpen a házat, de akkor egy fővállalkozó kivitelezőt kell megbízni, tehát kivitelezési szerződést kell kötni, ugye, ahogy a Jánbor úr mondta, egy fővállalkozó kivitelezővel, és a fővállalkozó kivitelező felügyelete mellett lehet elvégezni a munkát. Tehát akkor, ha én nem vagyok kőműves, akkor is falaszhatok, de irányít engem egy kivitelező, hogy hogyan rakjam egymás mellé a téglát, hogy keverjem a hagyományos nevén maltert, stb. Stb. Tehát így lehet. Ez a két módja van jelen pillanatban a kaláka építkezésnek. Szintén a kérdések között fordult elő, hogy felelős műszaki vezető a kaláka építésnél szükséges-e? Rossz hírem van, felelős műszaki vezető szükséges a kaláka építkezéseknél is. Mégpedig azért, mert a jogszabály azt mondja, hogy minden olyan kivitelezésnél, amely kivitelezési dokumentációhoz kötött, felelős műszaki vezetőt kell alkalmazni a kivitelezőnek. A felelős műszaki vezető, ne felejtsük el, a kivitelező embere. Még a mai napig is sokan úgy gondolják, hogy a felelős műszaki vezető az építtető embere. A kivitelező általában a suskát valóban az építtetőtől kéri el, de a felelős műszaki vezető a kivitelező embere, az építtető embere, tehát megbízottja, az építési műszaki ellenőr. Tehát ha önök építkeznek, akkor önöknek nem felelős műszaki vezetőt kell fogadniuk, az 90-ben lezárult a szocializmussal, hanem műszaki ellenőrt kell fogadniuk arra, hogy minden tisztességesen menjen az adott munkahelyen. Tehát azért kell felelős műszaki vezetőt, mert ahogy az utolsó sorban oda van írva, az egyszerű bejelentési dokumentáció egyértelműen kivitelezési dokumentációnak minősül, így ezeknél a munkáknál is kell felelős műszaki vezetőt alkalmazni.
Amikor használatba vételre kerül a sor, akkor valakinek nyilatkozni kell a hatóságnak arról, hogy egy rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas épület készült el. Kiteszi meg ezt a nyilatkozatot, amennyiben van fővállalkozó kivitelező, nyilván a fővállalkozó kivitelező teszi meg ezt a nyilatkozatot. Ha netán véletlenül a másik eset fordult elő, hogy a sógorral, komával bezárólag és a lefelmenő rokonságban minden szakmunkás előfordul a családban, akkor, tehát minden szakmához való szakmunkás előfordul a családban, abban az esetben nekik, a szakmunkásoknak kell megtenniük a felelős műszaki, a fővállalkozó kivitelező nyilatkozattal azonos tartalmú nyilatkozatot a használatba vételhez, és igazolniuk kell, magyarul be kell mutatni, vagy be a szakmunkás bizonyítványukat hozzá, tehát a szakképesítésüket igazolni kell hozzá.